Már éles a jó! Már hegye van. Na ott, ott tartunk, hogy mindenki mond magáról két-három mondatot. Üdvöl a kamerába. Tehát Éva Mária vagyok, két éve foglalkozom az alapjövedelemmel, és Németországba kaptam föl ezt a témát, és idén eljutott a csoportunk oda, hogy január 22-én megalapítottuk az egyesületet. A bejegyzés folyamat alatt van, és folyamatban van, és hát teljes erővel azon vagyunk, hogy ebből legyen is valami. Most kapcsolódunk az európai aláírásgyűjtéshez, amit az Európai Komisszió engedélyezett, és január 2014-ben addig kell 1 millió aláírást összegyűjteni, és egész európai országokba is ebben is szeretnénk részt. Maga jön. Belőle tele lehetne itt a szoba. Következő én vagyok. Bocsánat. Ez látszik a kamerakezelésből, igen, én vagyok az operatőr. Aztán remélem, hogy sikerül majd segítenem egy-két dologban itt a háttérmunkákban. Majd meglátjuk, hogy alakul. Maga jön. Na igen, te vagy Adrián, és? Mondhatnánk a bevlapot is, de sokat segít. Gyerünk, gyerünk. Szóval ő itt Fok Adrián, az igazság.hu-nak az adminja, és azért jött, hogy segítsen, amiben lehet. Ugye milyen a szerint? Így van, úgyhogy köszönjük szépen. Majd ide bevágok egy ilyen tapsonat. Engem Leventének tudnak, és az Adrián hívott el. Igen, sok minden érdekel, és úgy őszintén fogalmat sincs, hogy konkrétan amit tudnál foglalkoztak, egy tőle érdeklődőknek. Köszönjük, hogy vagy. Most maga jön. Én Fekete Kalmár Mária vagyok. Gyakorló Linuxos. És az Etimosdalom Gracias.
Maga kicsoda? Még a Jóska nem. Az ki? Szabó József vagyok. Két mozgalmat vagyok alapító tagja, egyik a hiteles mozgalom, amely kifejezetten devizahitelezéssel foglalkozik. Az most értem, most ez majd két éves. A másikkal egy kisebb mozgalom, az emberközpontú országos mozgalom, amely teljesítmény, hogy csináltunk egy másik olyan filmet a barátaimmal, nagyon segítségem, hogy a Parkasz volt, de a kisztőben pedig benne. Ez kamu. Igen. És az a kéne, hogy jelentép, tehát engelni életünket felvállalni. Az megadja a problémakörüket, a filmben a jelentőségre sikerült összetetünk. A feltétel nélküli alapjövedelem az pedig eladja a problémáknak a jelentős részére megoldást. És hát azért a kérdésnek fit, hogy ezt a filmes kezdeményezést Magyarországon minden jobban széles körben ismertetjük, és ezt a vagyok teljes képviselőben is. Te beszélsz a filmen? Nagyon kedves. Ezért csináljuk közösen a filmvetítéseket, mert akkor rögtön lehet beszélni. És erre rezonálnék, hogy említetted ezt az összefogást, meg együttműködést. Mi azt látom, hogy ez az összefogás dolgon nem akarnak menni, viszont ez az aláírás gyűjtés, amit befogadta az Európai Bizottság, hogy lehet erről aláírás gyűjteni, és ugye valami a történet. Minimum 7 országban legalább 1 millió aláírást össze kell gyűjteni, hogy a parlament kötelezően tárgyalják. De ezt elkezdték csinálni, már több mint kihoztatok a csodot. Egyelőre a bürokráciát rágjuk, de hát hitelesítsék a szervert, hitelesítsék a programot, hitelesítsék az íveket, az aláírás íveket, az itthon is hitelesítsék, szóval ezért nem egy egyszerű praktikusra. Plusz a fordítás. Plusz a fordítás, azt mondjuk, mert lefordítottunk egy anyagot, azt visszadották, nem elég jó, akkor volt. Milyen angolból fordítottunk magyar, és magyar. De csinálták németből is, és tehát nem mondták meg konkrétan, mi a neve. Mi a baj, ez így nem akkor jó volt, tehát még a bürokrácia van. És ugye az összefogás, meg az együttműködés, hogy ide, azt ugye azt érzékeljük, hogy az összefogás még annyira nem, hogy azért az nagyon különböző nézetek vannak, viszont ez egy olyan ügy, ami egy nézetektől függetlenül szintisztán gazdasági és szociális kérdés, amit azért nem lehet nagyon különböző dolgok, mert minden embernek az alapszükségletei ugyanazok, mindegy, hogy milyen oldali vagy gondolkodási, tehát emlényi az, hogy mi kell, és azt ezt a mai világban, hogy idegen ellátás működik, ezt kell, nem tudjuk kiváltani egyelőre. És azt gondoljuk, hogy az aláírás gyűjtés jó indok arra, hogy különböző szervezetek, akik érdeklődnek ezt a témára, valamilyen módon, vagy valamelyik szegmensét, akkor összeírjuk, hogy működjünk együtt ebben a dologban, hogy ez az aláírás sikeres. Ez Magyarországon úgy működik, tehát az egész Unió úgy működik, hogy annyiszor 750 aláírást kell összegyűjteni, ahány európai uniós képviselő van az adott országban. Magyar, minden országnak úgy értelmeztük korábban, hogy amennyi a
Tehát Magyarországnak ez 20-22, nem is emlékszem pontosan. Ez azt jelenti, hogy Megvan, persze. De ez a két legfontosabb, hogy
bürokrácia csökkentése fontos, ugyanis ha mindenki ugyanazt kapja, akkor ezt az egész bürokratikus kócerát föl lehet számolni. És az alap elképzelése a finanszírozásokat, hogy ma technikaira ugye azt mondom, hogy a munkát gyűjtetik az alapanyagot. És a jövedelem adó az nem az arra ösztönöz, hogy eldugjuk, illetve mi számolgatjuk, hogy ez működne Magyarországon, ezt nem összetett mindenki elvezetni, de valószínűleg Magyarországon nyelven a költségek is elvezetben bízni a második jönnyelakon, és nagyon összetett részletben. Emellé még el kell gondolkodni kettő tervezők, hogy is mondjuk, hogy mind kettőt szoktanak tudni. Az egyik az a tőke tartalmat, az a tőke a nagy jönnyelakon, a nagy és az egy ilyen műregészkével dolgozik. Ez az egyik, és a másik az pedig a bizonyos vagyoni szint feletti megjövedelmet, hanem ott is a vagyoni. Tehát ez egy bizonyos szint felett valami, nem is meghatározó, hogy mennyi személyenként a kettőnként. Ebből a háromból illetve a kettőnként a szerintem és nagyjából az, hogy a fogyasztás körülbelül úgy, hogy az ilyen termékek szerint a fele nem a tartalom, és akkor mindenki bármi között tudom, hogy a viszont. És az igénykor, akkor tulajdonképpen a csomó bürokrácia kellett szükség, mert akkor tényleg a bizonyvallásra átadni is fel, amire figyelni kell, az, hogy fekete kereskedelmet tudjunk. Akkor ez a csábítóban. Kamerának. Két oldalon, mert a kirjátok már rá. Azért ez vicces volt ám, hogy ráírtad erre az egy lapra, hogy aktivista füzet. Azt írtad volna, hogy vázlat. Mi nem könyvet írtál? Amiben a múlt héten döntést hoztunk és megállapodtunk, hogy jövő héten lesz a kicsi menetének a budapesti érkezése. Igen, kemény jelenlet lesz. Igen, és arra azt vettük el, hogy ezen a kicsi meneten is megjelenik szólapok tartalmat, mert az találcsak kell, és ezen a nyitó rendezvény. Ez mikor? 11-en 14 órára jönnek a parlamenthez, van, aki már a Attila is el akar menni, Örs vezőtér vagy tovább. Meg ez a parlament lesz. Amit még hogy csinálunk a mai nap egy tévéműsorportot, vagy egy esemény, bocsánat, esemény csinálunk erre a 11-i kitásra, ami csak azt jelent, hogy röviden, hogy mi van az unió aláírásgyűjtés. Szóval küldözgethetünk, hogy lássák. Igen, aláírásgyűjtés, ugye a címvel, ugye aláírásgyűjtő honlapban, ami már nagyjából készül, és bocsánat rá a felületeket, amiket a magyarországi bevezetés, illetve szerződések felvállalták. Ehhez kéne majd tőlem segítség, hogy kitekintünk az, akik a múltkőcsöket is támogatottak. Ez azért múltkőcsöket volt, hogy meg most sincs itt. Annyit tudok, hogy a TOSZ-fak a bejelentett egy
demonstrációt a Kossuth szoborhoz, valamint esetben, és arról volt, hogy ma ide jön, és jól látom, akkor nincs itt. Ez, amit átküldtem neked, ezeket már van, csak még oda ki kell javítanunk, azt ki, oda küldöm neked be a kiadókodtatunk. Ez 17 ember. Nem. Akik itt voltak a múltból. Az FNA-sok vannak 17-en? Mi többen vagyunk? Mi többen tessék, tessék járni ilyen rendezvényekre, mint ez. És itt meg megkérdezik, hogy ki akar szintén fölkerülni a listára, hogy akkor értesítsünk benneteket a fejleményekről. Tehát nincs kényszer, csak hogy aki azt mondja, hogy akar, akkor onnan átvezetem ide, és akkor ezt nektek is kiküldjük. És mindig az információk mennek ki akkor a csoportnak. De csak aki akarja. Jó, ide tudsz jönni valamikor, vagy sokáig dolgozol? De gyenge, itt van térereje. Nekem nem. Nekem sem. Hát nem fogunk olyan nagyon sokat tenni. Az a kérdése, hogy akkor a Kossuth szobornál akkor le van foglalva, vagy be van jelentve a tüntetés. Jó? 17, így az van, 17-től 20 óráig. Kossuth szobor, milyen szervezetet nyitottak hozzátok? Hogy fog mutatni, látszik egyáltalán. Adtak Magyarországon. Két és cél a vége. Jó, és akkor mint szervező beiratjuk a nem úgy mondottam, most csinálunk egy Facebook eseményt erre a hétfői rendezvényre, beírjuk azt a Kossuth szobor, beírjuk azt, hogy milyen szervezetek van fennás alájegyzés, és akkor a tűzőmorkot beiratom, ugye? Jó, rendben, akkor majd küldöm akkor a jó munkát, sziasztok! És a 10-en vagyunk most, ugye? Itt a tartás is. Engem nem írtatok még be? Neked magadnak kellett volna. Jó, majd növeztek még egy csábot. Ami szükséges, ahhoz, hogy megjelenjünk, ahhoz kell szorolap, tehát a szorolapot úgy posztolatni, mit szólsz hozzá? Igen, szerettem volna. Ja, nem láttad még? Nem, mert ő ezek később. Ezek fölvágva, csak nem színesben maradt rá, ami fekete-fehérben. Itt van egy minta, tessék. Három különböző szöveggel. Itt a minta. És így néz ki, ez október 23-án ott volt, igen. Ez a ilyen felé, és akkor lesz, hogy egy kicsit nőlebb szöveg van, itt a 8-10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 
És ha még van kérdés, akkor nem tetszik bele azt, hogy aláírás gyűjtés indulsz, akkor tervezik? Hát ha szerintem mondom, akkor ki kéne bővíteni, hogy az európai tartalmat, akkor nem tudják, hogy mire gyűjtünk, tudod? Hát ez most kifejezetten az alapjövedelem. Elmondjuk majd szokott a pénzt. Vezessük rá, fogalmazunk meg egy szöveget. Még a hátuljára rengeteg helyre elfér. Jó, én nem tudok új otthon kétszer nyomni az állam, nem annyira megy egyébként. Nehéz. Nehéz. Azt hittem, hogy nyomdok. Bubarcolódik, nem megyünk, hogy öreg kell, amit, hogy... Jó, akkor az lenne a kérdésem, hogy akkor akinek, legyen tegyük bele azt, hogy június alájára gyűjtés indult. Akkor megfogalmazom valamit, és akkor csak kettő kell be egy oldalra. Hát ez már nagyon bevasszik, ezt nem mondom. Kis többet. Jó. Oké, okay, ezt megbeszéljük. Sok idő nincs rá. Azt javaslom, hogy mindenkinek küldjük el, hogy megvan a kézbehető e-mailt, aztán hogy a munkahelyen vagy otthon vagy ahol tudom, hogy tudom, egy kis pénet, akkor már vagyunk tudásban nekem még van fekete-fehér otthon, ami megvan. Attila, Attila üzent nekem, hogy milyen transzkártyát csináljon, milyen szöveggel, és akkor mondta, hogy már én meg sem tartok soha. Még nem láttuk, de megrendeltük. És most már és jó, már mondtam, hogy tudjátok a grafikában, hogy néz ki, megküldelt nekem. És szeretem volna látni. Én elküldtem meg a Noriszét is, és mondtam, hogy hozzanak össze valamit, de nem küldtek mintát, hogy így csak mi lesz. Jó, azt látni kéne. Transzparens akkor lesz, szóróval meg lesz. Repülőgép, ami szórja. Fölküldünk téged. Vaj, de király lesz. Azt hittem fölnőttek ágyú. Nem ágyú van. Eszembe jött hajnaltájt, hogy filmen is benne van valami jellegzetesség, ami egyedivé teszi a megjelenítést, és a logóban is van egy
mondani, hogy csinálunk papírba ilyen kis aranykoronát? Hát nekem van otthon, kb. 15, nem hoztam azért. A burgerbe adják én. A McDonald's-nak van. Pénzük az is, tehát nem úgy, hogy megrendelik egy nyomdával. Mennyi van? Van vagy 15 koronám otthon? Mert akkor az jó, hogy megijennénk úgy otthon, hogy vinnék a kranyokra elnénk. Mindenki tudná azt, hogy ők a referenciáknak van egy kis koronájuk. Oké, viszont. És utána bemegy a burger, hogy ennyi a penás. Hát mi az egyik ülésünk ősszel, amikor hoztam Németországból a dolgokat, akkor beöltöztünk mindenki koronával. Csak egy fotó. Nincs majd a szöveg, csak aranykorona, és a weboldalunkon látod a képeket. Aki még nem látta, nézzem, de fogjuk vetíteni. Hogy lesz a vetítés? Azt meg akartam kérdezni. 22. Hol? Vagyunk. Hogyan? Itt. És mivel fogjátok vetíteni? Hozol vetítőt? Hát ja, a fekete, is ugye? Van. Te, Józi! És akkor a Molino. Aha, Molino. Meg kell beszélnünk, hogy... Ilyet beszólni, rövidebb film, másfél órás volt. Nem, 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 oké, okay, eljössz érte és beviszed? Hát akkor ráírok. Nem jó, olyan nehéz azt tartani, én nagyon sokszor... Rászögelek két deszkát, két ember viszi. Oké, csak azért mondom, hogy azt végig tartani. Hétvégén kívül kérte, jó? Jó. Jó, melyik napon? Mert akkor előtte meghegeztem. Mit meg kéne nézni, hogy mi passzol? Csinálnak ilyen éve belefizet? Olyan munkafázis, akkor egy pillanat, mert jött egy nagyon fontos kérdés, ami ide tartozik, csak olyan halk volt, hogy elnyomta a háttérzaj. A kérdés úgy hangzik, és szeretném, hogyha a szakember válaszolna rá. Mi az, hogy éhségmenet? Ez egy szimbolikus dolog. Ez egy szimbolikus. Tavaly Borsodban mivel adóssága volt, nem tudta fizetni, elszegényedett és kínálmasnak a helyzet, nem volt, hogy a Borsodban nem jelentőzik a bőle a munka, ez egy öngyilkos lett, és ez a fali, ez a legjobb barát volt, annyira elbűlődött, hogy azt mondta, hogy ő fel fog gyarogolni akár egy maga Budapestre, hogy felhívja erre a figyelmet, hogy megtalálhatja a Borsodban. És ő tudta, hogy hát ez így, ő maga feljön, akkor ez így nem lesz, amire látványos lehet, hogy lesz egy kis szemesülő, nagyon-nagyon barát. Logisztikával vagy, hogy akkor nagyobb eseményt szerveznek ebből, hogy látom, hogy nem tudjuk, mikor nem tudjuk oda, és akkor Jobbik azt mondta, hogy nem, de van támogatja, de csak akkor, ha nem lesz meg a cigányok, és mondta, hogy hát ezt nem lehet, mert ez őket is képviselni, ez nem, hogy idegen a Borsodra szeretni, meg úgy általában az országnak a rászakadó problémáira, és akkor elment a komitát. És akkor azt mondta, hogy hát ki tudná támogatni, és nincs az ebből, hogy akkor megszervezték, és mondták, hogy ahogy mennek, akkor ott a helyi életodákon megtudnak aludhatnak és fordulnak kaját, pedig is a háttér logisztikáját. Nem, hogy ellenzéki volt meg az egész, hogy jól van. Persze rá is ütöttük, hogy ezt szervezték, anyagon szervezték,
és menet közben csatlakoztak hozzá egy mondanám, meg csak egy fölének. Ennek hát ugye Budapest is van, hallottak róla, hogy szerintem is szervezni, és ugye fölének ugye a menet, a Bibra, 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 a igen, és hát próbáltak belejönni, és próbáltak provokálni őket itt a mezőkövesben, volt egy csúnya eset, és hát mondjuk egy nagy sajtóra, hogy az egész úr, hogy kiutott, hogy ki is működtek szabad, hogy beszélne el, és peticiókát is adtak a Martin Schulz. Ő az elnök, elnök, a helyzet csak gondolt azóta, hogy nem azt mondták, hogy idén is meg tudják csinálni, de idén azt csinálták, hogy nem csak egy útvonal, hanem az országból 6 vagy 7 különböző útvonalról. Van egy összefogó térkép, ami összefogja az útvonalakat, igen, és az Őrs vezértére jönnek majd be. És akkor így egyszerre jönnek be, és erre mondtad azt, hogy a 95%-át láttad. Tessék, figyelj! Még nincs. Az, azt hiszem ugyanaz, mint az érségben, sőt, még ütösebb is van, hogy ilyen fogalmazható. A Billik is elnálod egy éle ott. Mert akkor előjön, úgymond, a legfrekventáltabb helyre a legfrekventáltabb probléma. Terveztünk egy olyan még, hogy csinálunk a másfél órás FNH-s filmbe, csinálunk egy ilyenállás, és az úgy változott. Az ahhoz, hogy valószínűleg. Úgy hallott, hogy egyszerűen képtelenül kivágni belőle, a lényegét. Minden részben van egy olyan kiszkapcsoló elem, amit meg kiveszek, összefoglalkozom. Egy kérdés, a Zoli üzen, ma kérlek szépen, hogy ki tud segíteni a statisztikai adatokra a filmhez. Én kigyújtottam azt, hogy mi kell. A kérdéseket kérem, akkor jó. Akkor a Zolival kell a kapcsolatot fölvenned. Akkor beveszlek a szervezőcsoportba, ott van a Zoli is, és akkor direkt, hogy el közvetítessünk. Hogy mi kell nekünk? Hát a Zoli ott, ne, hát a Zolival beszélj, a Zoli. Ő mindig éjjel is dolgozik. Én feliratom neked azt a... Igen, de a Zoli nem akart már többet önvállalni, mert annyira le volt terhelve, és akkor a Zoli... Igen, a Zoli László, Zoli. A Bort Gábor, a Zemlési Kutatós. Ez a szakmája mondja. Na akkor most este, ha hazamész fel, ő ilyen szokott dolgozni, úgyhogy... Mozga, mi mindenkit üdvözöl, egy könyvben mutató fotóz, azért nem tud... Ezt mondtad a csoportban. De hát leforgatjuk. Van kamera, van vágótán. Megnézem a németeknél, mert a németek viszont nagyon sok ilyen kis rövid részletet. Amit már nem csináltad a filmben, az már jó. Az ő reklám filmje? Ezt akartam kérdezni tényleg, hogy csináltak-e a németek vagy az osztályok, vagy valamelyik a európai alárjáról gyűjtésre egy filmecskét, amit le tudnám fogni. Még nincs. Az olaszoknak, mert figyelem őket, úgyhogy hogy rögtön jelzem, figyelem. Hát akkor a Maria a Zolival. Csak
Így van, csak kicsit hangosan. Szimbolikus, mert tulajdonképpen nem, van aki éhezők, de van aki azért megy oda, mert szolidaritásból, szimpatiából állnak be a sorba, és mi is azért megy. Gyakorlatilag népszerűsítjük ezt a figyelemfeltételt. Alapvetően két célunk van. Az egyik cél az, hogy összejöjjön az aláírás. A másik cél, hogy, hogy egy év múlva Magyarországon választásot vesznek, és ne csak hülyeséget fölött legyen szó a közbeszédben, meg a sajtóban, meg a hanem ezt az egész eszmélyiséget, ezt az egész elképzelést vigyük be a köztudatba, hogy beszéljenek arról, hogy van egy olyan, hogy alapjövedelem, van egy olyan, hogy feltétlenül alapjövedelem, beszéljük arról, hogy a jelenlegi problémákból milyen sokat megold, és legyen ez beszédtéma. Na, az egy beszédtéma, hogy mit mondott a Gyurcsány, meg mit mondott a Bajnai, meg mit mondott az Orbán, vagy akármelyik. Ha egyik másik mond egy hülyeséget, akkor utána egy héten keresztül mindenki. Azt csócsálja. Vigyünk be egy értelmes, új témát a közszabban. És azért kellene ilyen rendezvények is, hogy magunkra vonjuk a figyelmet. Nem kérsz egy jó csengő hangot? Ez már. Ahó, ja. Nem azért jönnek, mert ügyesen. Na jó, de ezt nem erre akartam kérdezni, hanem hogy azért végségmenet, mert sűrűs. Egyébként ez nem az ország is, hogy ez a végségmenet, ez rájön a karabinén igazából, hogy mivel abból okosok ember, akivel rendszerűen kapcsolatban van változtatószernek, ezért ők inkább a célkörülés, hogy ott lehet, hogy most ugyan szeretnénk. Biztos, hogy én mondom, hogy egyfajta megoldás. Úgy őszintén, aki érezik, az mire érdemel a László? Nem csak aki érdemel, ez tulajdonképpen mindenki, igen. Szerintem sokkal hamarabb meg lesznek az aláírások. Olvastad ezt a hatalmas könyvet? A vészegés hangzított, legalább olyan jó, mint pedig előttek van. Szerintem, hogyha megnéznek a filmet, nem így visszatérnek a filmet, az annyira koncentráltan, hogy tényleg nem csak az felvázolja, hanem tényleg tételesen elmondja, hogy ezt hogy mindig. Ezt azért elküldhetnéd linkbe, mert akkor volna. Ott van a weboldalunkon, ha megnézitek, alapjövedelem.hu és az alapjövedelem.org, azon is rajta van, és csak azért mondjuk, mert tulajdonképpen 90 perc, és mondjuk otthon meg tudod szakítani, és közben iszol kávét, vagy akármi. Amikor itt vagyunk, akkor viszont utána mindig szoktunk beszélgetni róla is. Olyan, hogy nem akar senki hazamenni, mert annyira izgalmas, valamikor csak 10 vagyunk, valamikor 20 voltunk, tehát ez mindig változó. De tulajdonképpen egy nagyon, nagyon megmozgatja az embereket a téma. És persze van olyan, ma kidobtuk ezt az illetőt, aki csak kötekedik, tehát szívesen látunk mindenféle ellenvéleményt persze, de akkor beszéljünk róla. Tehát nem az, hogy csak bal, hanem akkor üljünk le, beszéljük meg, hogy akkor hogy is, mint is, és hogy tehát építse a társaságot. Tulajdonképpen mindenkinek a javaslatát. Igen, pontosan. Mindenkinek valamit javasolni kellene hozzátenni abból, hogy kialakuljon a végleges koncepció. Igazából most tekintek, ha belecsöppentetek egy közösségbe. Nehéz összefoglalni egy vállalkozás filmető ügyfeltben, hogy elkezdődik a beszélgetni, akkor másodikáig. Hogy hosszú ideig tart. Ez volt egy olyan eset, hogy vetíteni kellett volna a filmet, nem volt projekt. Yeah. Mondtuk, hogy hát jó, akkor elmondjuk, hogy mi lesz a film, és majdnem 3 órán keresztül csak arról beszéltünk. Ezt mondjuk, még többet beszéltünk, ami van. És nagyon jó. És akkor itt az a cél, hogy mindenki tudjon
sok mindenről. Ha egymással beszélünk, egymás, az emberek hallják, ne csak azt a hülye reklámszlogeneket, meg a betétekről, meg a szeméről, ezek nincsen lenni meg a tévében, tehát a rádióban se hallasz róla, de hát miután szájhagyomány útján terjed. Igazából azt szeretnétek, hogy elsősorban az a szeretet, hogy menjenek fel a honlapjaitokra és írják alá a petíciót. Volt valami olyan konkrét megoldást, hogy is terveztetek, hogy akkor most tudom én pártot alapítottak, akkor van egy konkrét emberkét. Ez egy teljesen pártfüggetlen kérdés, tehát azt próbáltam mondani, hogy egy ember, bármilyen embernek az alap szükségleté, az teljesen mindegy, hogy milyen pártállás, hogy tudunk eszik. Szereti a gyerekeit, úgy szeretném a napi dolgot is. Ez az alapja, hogy a koncept ez egy pár ügyetlen is felett álló. Szerintem, bocsánat, Norris, mert nem figyelt a két fiatal úr arra, amit itt elmondtál az örök úrnak. Tehát szerintem röviden csak, amit mondtál itt az alanyjogon, hogy tudjátok, hogy miről van szó, mert úgy érzem, hogy egyáltalán nem tudjátok, csak pár mondatban mondd el. Mondom indulni, ugye, hogy ma a megutatás életben szükségem van valami évedet, hogy honnan érdekeztem, vagy szóval az ért. Ugye vagy tőkés vagy, és van egy csomó mindről, amit felhetsz a bankban, vagy tőkés, de vagy egyszer bármit csinálsz. Állapodat tesz egy vállalatot és dolgozik, van ezer ember, és onnan van a tőke jövedelmet. Van a harmadik az, hogy valamilyen transfer jövedelmet, transfer segéd, nyugdíjat, vagy bármi ilyesmit, amiért tulajdonképpen már nem kell állami forrás. És ugye ma, amikor technológia folyamatosan fejlődik, és a munkahelyeket gépesítik egyre jobban, ez egyre kevesebb, ahhoz, hogy ugyanazt a terméket beszállítsuk, egyre kevesebb ember. Ugye az emberek egy darabig átmenekülnek a szolgáltató szektorba, de hogyha a jelenlegi kapitalista logikát követjük, akkor az van, hogy racionálizálnak ott is, tehát minél kevesebb bért szeretnének kifizetni az embereknek, ezért, hogyha nem hagynak elég bért az embereknél, akkor nem tudják, nincs vásárolóerő, és nem tudják működtetni sem a termelő részt, sem a szolgáltató részt, és a kettőt. Nem zárul be a kör. Nem zárul be a kör. Ez van most. Egyet hadd szóljak már ide, hogy például csináltak most egy vizsgálatot a németeknél, és megállapították, hogy is volt egy nagy vita erről, hogy már nem lehet egy jövedelemből megélni. És tehát, hogy mi történt itt, és mondták, hogy még a 60-as években, ha valaki dolgozott, akkor el tudta tartani a családját, tudott nyaralni, tudta a kocsit tartani, stb. Ma már két-három, még Németországban, és két-három munkát kell bevállalni, és még abból se tud rendesen kijönni. Tehát már nem tudják megengedni, hogy a nő ne menjen el dolgozni például. Tehát, hogy ilyen is, ez a pontosan ennek a változása. Nagyon röviden az egy vonatban, minél több munkát végeznek elejétünk a gépek, annál nagyobb szarban vagyunk, nem találunk munkát. Nem, hogy örülnénk annak, hogy kevesebb munkát kell elvégezni, hanem teljesen kétségbe esünk. Jaj, hogy mi lesz velünk, ma a gépek dolgoznak helyettünk. Hát teljesen agyér. Az egész fejletél át. De ez nem attól van, hogy az emberek nem találnak munkát, vagy valami terület, egy forrás, mert egyre több gépnek kéne egyre több munkát. Eddig volt értetek? Nagyjából azt értem, hogy szeretnék mindenkinek valamiféle alapjövedelmet biztosítani, hiszen nem értem, hogy most akkor nem az a célotok, hogy leszimbolizálunk. Ha veszünk egy bolygót, akkor nincsen semmi pénz. Ebbe fektük a pillanat az összes pénz. Ezt nevezzük el, hogy 1 millió, azért meg 2 millió. Akkor ha az az alapvető probléma, hogy a bank vagy egyetem, én kölcsön adok neked egyet, de kettőt kérek vissza, de te nem tudsz visszaadni kettőt, ezért el kell feledned, és egymással szaladhat, hogy ki fog meghalni, akkor ha ez a probléma, akkor azzal nem, nincs megoldva a probléma, hogy többet adnak abból, és több adóság, mint a kérdés. Ez is benne van a... Ez akkor működik legtökéletesen, nem? Működik nélküle is egyébként, de hosszú távon kell menni. Ez egy lépcsőfok a egy ilyen, és mondjam, tudatosabb, társadalmi. Egy tudatváltást is jelent, igen. Azt mondjuk, hogy
paradigma változás. Ma azzal, hogy életben maradhatsz el, hogy lesz egy munkád, hogy azzal az emberek is dolgoznak, hogy szeretnék. Ha az ellátások biztosítva van, akkor mondjuk én eldöntöttem azt, hogy azt a munkát, hogy ha ajánlanak nekem, én azt elvállom meg, hogy nem. Igen. Tehát ad egyfajta ilyen, tehát ma bemész egy állásra, azt mondjuk, azt hogy mondják, egyenlő szemmagasságban hozza a munkaadót és a munka. Egy éve nincs munkád, érted, mert már felérted az összes tartalmat. És tudod azt, hogy mondjuk 100.000 forint kell neked meg az, hogy mi fizet, az alapjelet, mindig. Bemész egy munkahelyre, és akkor azt mondják neked, hogy mennyit szeretnék adni. Te azt mondod, hogy hát 100.000 forint, annyit nem tud fizetni, csak 8.000. El kell vállalnod el a munkát, máskülön nem lépem azt. Tudod, hogy nem elég a megint. Ha megkapod ezt a megérhetés elegendő pénzt, akkor nem mondod, hogy köszönöm, hogy inkább nem vállalnám el. Mert van. Mert te mondjuk lehet, hogy te valamit. Vagy lehet, hogy nem szeretnék csinálni. Lehet, hogy olyan helyen dolgozom, amit igazából utálsz, de csak azért dolgozol, mert hogy meg kell élni. Ki kell fizetni a százalat. Megint lehetőséged van, hogy olyan helyre mennyire dolgozni, amit szeretnék. Elszomorítja az emberiséget. Gyerekek, ezt úgy mondjuk, hogy az alapjövedelem felszabadít ahhoz, hogy dolgozzál. És ez egy olyan jó mondás. Igen. És azáltal, hogy te nem veszel el egy munkahelyet attól, aki meg szívesen csinálja azt, amit te most csinálsz, megcserélni. Tehát az az ember csinálhatja azt, amit esetleg nem szeret, kell, hogy csinálják, de nem azt mondta, hogy én most otthon szeretnék maradni a családomban, a gyerekkel, vagy tanulni valami új dolgot, és akkor tanulni szeretném. Például azt is lehet, hogy nem megy el dolgozni, de a beteg szülőjével, vagy a szomszéddal segít, vagy a művészi, nem tudom, micsodáját akarja kérni, ma hogy tud megélni egy művész? Úgyhogy ez tulajdonképpen minden embert érint, és a pozitív. Mert a legszegényebb embereket felemelni egy olyan szintre, amivel érhető, a középréteget meg megerősíti, mert nekik megvan a stabil alapjuk, amire rá tudnak dolgozni annyit, amire. Na most az a probléma, hogy tulajdonképpen mi ebbe a keretbe gondolkozunk, hogy munka, pénz, fizetés, és az a munka, amit nem pénzért csinálunk, azt mi nem tekintjük munkának. Tehát ebből kell kijönni, ebből a ki szeretnénk adni az ilyen pénz nélküli társadalom, az egy... Nem? Akkor hadd mondjál, te volt. Így van. Hogy mi a kérdés kérnék felvetni. Ha majd lehet, hogy nem tudom hány ezer év, hány ezer nincs. Nincs annyit. Én először azt gondoltam, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, hogy egy átmeneti megoldásnak tekinted a alanyi jogon járó feltétel nélküli alapjövedelmet, ez egy nagyon szép mondatot, amíg el nem érjük azt a mentális képességet, hogy fel vagyunk képesek fogni ahhoz, hogy ne kelljen pénzt fizetni azon a folyamon, ahol születtem azért, amit megviszem. Ami alanyi jogon jár, az élelem, a tiszta víz, a fedél a fejed fölé, a ruha áthatás, stb. Én úgy gondoltam, hogy te ezt így látod. Te hogy látod? Éni akkor azt is kimész egy tőzre és leültetsz oda valami növény, magadnak megtermed, akkor lecsuknak, mert te nem mehetsz ki azért, hogy éled a maradja, nem mehetsz ki egy táncoltőzre, és nem csinálhatsz halmatot egy kis leteményes. Nem mehetsz ki az erdőbe, szedni magadnak rőzsét, hogy rakjam valamit egy füzet, mert akkor fejjeltenek és elítenek. Ott mondta ezt a vélemet. Így van. Ha van otthon, akkor igen, csak azt mondom, hogy ha nincs otthon, tehát semmit nincsen. Nem lehet diófanát 10-nél többet mutatni. Még nem sikerült nekik. Még nem sikerült nekik, mert harcolunk ellen, hanem kicsit. Na most gyerekek, most indult el egy aláírás, mint is európai szinten. A víz és a csatornázás, hogy a miénk, tehát hogy nem akarják, hogy azt azután fizetni, és már azt is elindítottuk azt az aláírásgyűjtést. Tehát ezek olyan dolgok, hogy visszanéztél a múltba? Visszanéztél a múltba, hogy mióta fizetik az emberek a víz és csatorna díjat? Mert előtte ingyenes volt? Gyerekkoromban nem fizettünk, én emlékszem. Ugye? Nem voltam az olyan régen. Nem annyira. És pengő. Pengő. Én nem volt pengő, csak labért fizetünk, mert minden. Az,
Az és még Kászkandra se kell. Az egyik ismerősöm a Facebookon azt írta, hogy nem kell a rendőrségnek rátörni az ajtót és elhelyezni a webkamerát külön mindenhova, tehát még ki is fizeted okos tévék formájában. Androidos telefonra csak... A szervezetedbe ellenőrizhető leszel, hogy hol vagy, mit csinálsz, miért csinálod. Ráadásul nem kísérlet ki. Gyerekek, egy olyan sikámia a bankban, hogy be kellett fizetnem a ilyen átutalással mennek a számláim, és akkor, hogy na, a szemét, pont a szemét, ami több mint a duplájával emelkedett erre az évre, úgyhogy volt 1000 valamennyi, most 2000 fölé ment a szemét, ez van, oké. Okay. Be akarom fizetni, háromszor dobták vissza a csekket, az átutalásomat, hogy az aláírás nem stimmel. Mondom, Isten bizony, én, de igen, de itt a komputerben másodom. Hát az, hogy én valamikor, mint a 10-valahány éve, hogy írtam alá, és akkor ott mondom, de tényleg én vagyok, és oda kellett még 2-3 helyen írni, hogy ez mind az enyém, és akkor a nő ott nézeget, és hát azért jobb most elkezdi már az internetet használni, mert ez olyan komplikált. Tehát ezzel gyönyörűen sorolják az embereket, hogy tényleg, már nincs cash, már nincs az, hogy pénzbe fizetsz, hanem akkor tényleg az, hogy a minden az interneten, és többen mindig fizetünk valahol, de már nincs is pénz. Hát ez egy kamerai. Nem engedjük szó, hogy mondjuk. Most igazából még nincs oldatot. Én nem voltam vissza adott válaszokat, amit rágáltam. Még nyugodtan visszakanyarodhatsz. Tehát itt nincsen megszokott szám. Én a gépeknél volt az, amikor is kimondtad azt, hogy a gépeknél mindent köszönhetem, annyira egy percet az egész kormányra, hogy kellene esetben a gépek megtermeljük mindent, és az nagyon szép és nagyon jó csak hiszen, amit egyet felejtünk el, kellene esetben a gépek tulajdonosai fizik a hoztól. Úgyhogy koncentrálódik egy tulajdonosi körbe. Teljes vagyon, a vagyon összessége, azok az emberek jövök, akik mindig jönnek ezért is mondani lassú holokausznak volt egy visz, mert jelen esetben itt egy tőke koncentráció, és az élete, hogy a tőke koncentráció kezébe van, a többi mondhatnám, hogy felesleges hosszak itt éhen pusztulásra, lassú éhen pusztulásra, mert folyamatosan nincs elmélelnek az emberek, bankot besegíteni kell, de maga a helyzet is előre, ha egy folyamatos lefelek vezetünk. Úgyhogy itt csak az a kérdés, hogy most gyorsan süllyedünk le, vagy pedig lassan. A gyors süllyedés szerintük egy ilyen koncentrálódás esetében, amikor csak egy kis magyar csoport részére koncentrálódik a minden, azért meg kell, tényleg az összes termelő erő minden náluk van. Mert ők megtehetik ezek után azt, hogy ők azt mondják, hogy gépekkel lehetünk olcsóbb az adatunk, hogy a magyar mezőgazdaság, magyar ipar pontosan erről van szó, most a magyar termékeket támogassuk, mert csak a kutya nem beszélni, hogy olyan drága. Úgyhogy folyamatosan elsorvasztom mindent, mint a gyűlőnek a gépletolítását, ezzel mi magunk segítjük el ezzel a kis különbözési különbözési különbözési. Ők mindent megtalálják. Nem? De mi volt a másik nap? Nem szűnt meg, mert még mindig van. Volt egy piszkos kizsákmányoló kapitalizmus, ugye, de nincs mese a szocializmus se. Mi lett a másik? Amit én volna, hogy most azért nagyon ügyen kapcsolódott. Igen? Ő azt mondta, hogy a 60-as években egy család valaki dolgozott, akkor ez megtörtént. Azt mondta, hogy volt, hogy megtörtént. Van, amit alkalmazott. Igen? Elég nagy nyomást kell gyakorolni ahhoz, ha úgy mondjuk kapitalizmus. Azt mondja, hogy ezek nagyon mondanak arra, hogy nagyon érdekel nagyon, ezért létrehozok egy úgymond jóléti kapitalizmus, amikor megfizetem az embereimet, hogy meg tudjam kérni, azért, hogy ne csábuljanak bele esetleg egy más gondolatba. Most, amikor ennek vége lett, amikor összeomlott, akkor az csak az. Na és akkor most hogy hívják ezt a rendszert? Hát, nem. Nem. Úgy hívják, hogy demokrácia. Ja, ez igaz. Azt mondja, hallottátok ma az alkotmányprogramot, a Klubrádióban? Ott volt nagyon érdekes az alkotmány
szakemberek, három beszél, hogy igen a demokrácia, azt mondja, azért van szükség az alkotmányunkra, ami már nem alkotmány, hanem alap, azt meg azért cserélték meg, hogy ne tudjanak belekötni az alkotmányba, ami kontrollálja a demokráciát. Tehát ennyi. Nem a hatalmat mondom. Igen. Képzeld el. Ez úgy érdekes, ez hallgatni. Egy kérdést szeretnék feltenni, hogy nap mint nap azt mondják, hogy válság van. 5 éve. Most nézzük át a saját szemszögünkből, hogy mikor van válság. Válság-e az, amikor mondjuk 3-4 éven keresztül asszály van és nem terem a kellő mennyiségű élelmiszer, és azáltal mondjuk éhínség alakul ki mondjuk egy országon, országképpen. Az válság? Az válság. Válság-e az, amikor mondjuk árvíz van, és a termelő üzemeket, a gyárakat mondjuk előnti és nem tudják megtenni a megtenni. Ez is válság, ugye? Válság-e az, hogyha mondjuk jön egy vírus, egy ilyen spanyolnál faj, és mondjuk a lakosságnak, a munkaképes korosztálynak a jelentős részét mondjuk megbeteg, mint ti vagy, és nem tudnak mondjuk dolgozni, hogy ez válság, ez is válság. Válság-e az, hogyha mondjuk külföldről vagy belföldi felkelésből feltör ki, és mondjuk a lakóépületeket, a termelőket, és a főgyújtják, kirabolják, képzelik, az válság? Igen. Nem minden esetben, nem mondjuk. Jó, az is válság. Akkor menjünk vissza 50 éve Magyarországon, és amiket elmondtam, az bekövetkezte valamit is 50 éve. 60-as évekre számítom. Nem, a hosszú távon nem volt. Olyan, hogy tartós hatás volt, olyan nem volt. Én mondom, tehát gyakorlatilag, hogy mondja egy válságot, ami volt. Nem, volt, van. Milyen válságról beszélhetünk akkor most? Tehát a gyárak korszerűbbek, jobbat termelnek, olcsóbbat termelnek, szebbet termelnek. Most már 50 évvel ezelőtt vettünk egy ekkora kis fekete-fehér tévét, spórolottak rá akkor az emberek mondjuk fél év munka ráment, most meg tudjuk venni két havit, hogy mit akármi dolgozik, ugye három havit fizetődő megveszi a háromdimenziós ekkora televíziót, tehát óriási fejlődés van, személykocsiból, tramvajtejet mostnak, minden fejlődés. Miben van a válság? Válaszolok, jó? A válság abból adódik, hogy úgy mondják, hogy pénzügyi válság van. A pénzügyi válság, ez az én elmetem, az azt jelenti, hogy vannak azok, akik korábban szóltak, van pénzük, és ők azt a pénzt be akarják fektetni, és akarják hiteleztetni. Mm. Most akkor van a válság, amikor az emberek azt mondják, hogy nem akarunk fölvenni hitelt, mi is szeretnénk megtakarítani az összeget, amiből a fizetésünk volt, mi is szeretnénk betenni a bankba, hogy nekünk is kamathozzon, mert szorgalmasak vagyunk. Most gondoljuk bele, működhet-e egy olyan társadalom, hogy mindenki megtakarít, mindenkinek van takarékban pénze, és mindenki azt várja el, hogy azt kamatozzon. Ja. Ez hibás rendszer, mert maga... Tehát azért vannak a válságok, azért vannak a pénzügyi válságok, hogy az embereknek egy részétől azt, amit megszereztek, azt elvegyék, mert hogyha munkanélkül lesz, akkor ugye mondta, fölírni a megtakarításait, és kénytelen lesz elmenni dolgozni, nincs meg, elveszi, aki felveszi a hitelt, és emlékezni vissza, még Magyarországon még a deviza hitelezés még csírájában jár, akkor már kezdtek jönni Angliával a hírek, hogy angoloknál rábeszélték az ottani lakosokat, hogy figyelj ide, neked van egy ingatlanod, az tőke, ő tudsz rá venni hitelt, azt a hitelt befektetjük jó kis részvény alapokban, és amit te kamatért fizetsz, amit követni hitelt, annál sokkal-sokkal többet fogsz kapni majd a részvények után. Nézd meg, hogy a részvények hogyan számolnak. Angliában 100 000 családok 100 000-ei vettek így fel a saját tehermetes ingatlanokat, odaadták Zatiba, fölvették a hitelt, a kölcsön, befektették ugye mindenféle alapokba, ő leginkább ugye életbiztosításhoz volt hozzá kötve, ha azt nem lehet felmondani, ugye életbiztosítás az a United rendszerű megtakarítás volt, bejött egy kis válság, több százalás angol család ezért tönkrement, és vitték az ingatlanokat. Is transferálták a értéktelen nem létező virtuális pénzt valós értéktelen. Így van. Hát a gyerekek, hogy lehet az embereket felvilágosítani?
tanítani, hogy úgy, mint régen, már először Isten bizony, hogy nem sírok vissza a dolgokat, de nekem nem volt annyi bajom vele, mint ami sok embernek. Tehát az, hogy próbáljunk meg annyiból megélni, ami van. És hogyha nincs elég pénzem, akkor ne próbáljak meg, és még van, aki még a nyaraláshoz is fölvesz hitelt, vagy tévéhez, amikor azt mondom, hogy nem kéne azt megcsinálni, hanem próbáljam meg először egy kis lakásba költözni, mindannyian végigcsináltuk, és amikor az megvan, akkor próbáljam meg nagyobbba költözni. De én szerintem ez az, hogy addig nyújtóskodja, nagyapám mondta mindig, hogy több napunk kolbász, kész. És itt akkor nincs az, hogy akkor most mindenkiben nézi a tévében, hogy milyen jól élnek, akkor és eljutunk valamelyik. De figyelj ide, az a probléma, aki albérletben lakik, kiszámolja azt, hogy jelenleg én fizetek ennyit albérletre, és hogyha 10 éven keresztül azt mind kifizettem albérletre, akkor még mindig nekem még nincsen semmi. És amikor 10 évvel, amikor elkezdték ezeket a hiteleket Magyarországon forszírozni, akkor azt mondták, hogy figyelj ide. Adott neked akkor a hitel, hogy meg tudod venni magadnak az ingatlan. És amit fizettél albérletre, ugyanakkor összeget fogsz fizetni törlesztő részletnek, és a végén az lesz a különbség, hogy ebben esetben neked nincsen semmit, ebben esetben viszont vannak egy ingatlan. Igen, de ne felejtsétek el, hogy azt mindenkinek kell látni, hogy bizonytalanabb lett az élet, akkor nem vállalunk el. De azt mondom, hogy miután minden, tudjuk azt, hogy nincs az, mint régen volt, hogy itt kezdtél dolgozni, és onnan mész nyugdíjba, hanem... Ezt én megnéztem, megnéztem az összes adatot, megnéztem én 2000-től egészen 2005-ig, 2006-ig, amikor a nagy adatosítás volt. A magyar GDP így növekedett, a reálbérek így növekedtek, a lakásárak azok így növekedtek. Tehát minden azt mutatta, hogy teljesen sinem vagyunk, teljesen nyugodtan mindent lehet vállalkozni, hitelezni is, mert zárkózunk föl az Unióhoz, konvergencia programhoz, minden évben megkérdezve az Unió tártalokkal vár bennünket, teljesen biztosnak tűnünk. Teljesen biztosnak tűnünk. Jó, de gyerekek, azt is tudjuk, hogy a növekedés valamikor meg fog állni, mert nem növekedhet az élet. Most már tudjuk. Mi nem voltunk olyan magas szinten, hogy azt érezzük volna, hogy most már csúcson vagyunk, és nem fogunk tovább növekedni. Nem. Hol voltunk még mindig? Az Unió képen mindig le vagyunk maradva 20 évvel, 30 évvel. Hogy mondjuk, hogy számom volt. Volt nekünk ez a nagy rendszerváltásunk, azt mondjuk mindannyian megértünk. Lakasz menni? Mit gondolsz, mert te nem mondtál semmit, hogy értesz valamit? Igen. És mi a te véleményed, mielőtt elmész? Nagyon érdekes. Részint egyetértek, a feltétel, mint alapjövőben, amely az egy érdekes kérdés. Szerintem ez egy hosszú kérdés. Nekem vannak elméleti, van a saját elméletem is egyébként. És olyan jó lett volna meghallgatni. Én mindig azt szeretem, hogy előbb végighallgatok másokat, és én utána szeretek benne szólni. Ez az, ami nekünk nehezebb. Egyetlen egy dolog, mindig az, én ezt azért szeretem, ez a legjobb taktika, mert az ember figyel, akkor és minden információt meghallgat, akkor utána sokkal könnyebben tud elbarangolni az információk között, és sokkal könnyebben szerintem válaszokat is adni, de ez nagyon kevés ember csinálja egyébként. Hát amennyire visszajön az illető, akkor örülünk neki, hanem jó, akkor elriaszt. Még köszönjük, hogy itt voltál. Örülünk, hogy itt voltál. Igen. És remélünk, hogy fogunk még látni. Szerintem. Egy kérdésem, kivigye fel a hétfői rendezvényt a eseményként. Szerintem nektek kéne valamelyik közöknek, aki ebben áll. Kérdeztem, hogy fölveszedem, miután te gyereked, ez az egész program. Nem az én gyerekem, hanem közös gyerek. Szerintem ebben állnak kéne fölrakni, mert ebben azt kapcsolatban. Akarsz hinni? Mert akkor viszont föl kell tennünk a logót is, hogy lássák, hogy mi van. Azt nem tart sokáig. Mi? És akkor mondom, akkor az adatokat együttes. Jó. Vegyek fel, meg feltöltöm. Esemény. Ha nem megyünk túl későn, akkor ma még van idő, ma még egy kicsit. A szervezetek, szervezetekhez írjátok fel, ami ott van, ahol listán írt fel akkor a civil mozgalmat. Ezt az egész, az az egy valakit nem tudom, az a Juju, az ki volt? Juju.
Na mi az, hogy jó-jó? A kékek ott vannak. Annyit mondjam már, hogy a srácokat, és magának, akkor neked van most akkor szervezeted? Lajos, van neked szervezeted? Én nekem van is, meg nincs is, de én nagyon gyorsan nagyon nagy hálózat a csak azért, hogy bevegyünk-e most ebbe a csoportba, hogy van kedved hozzá? De azt csináljuk most, hogy igen, most épül ki a nyilvánosság elé. Én még nem akarok az épülőmmal, tehát én most nem benne. Kértek be benne. Úgy akarjuk csinálni, hogy már a nyitánynál is legalább legyen 10 szervezet, ami azt mondja, hogy annyi már van. Meg a főkorban ne legyen 3-4-et, hogy akarja a dolgot, hanem azt, hogy már vagyunk. Én elindítottam az új működő Magyarországi Utamot, van honlapja is, www.um.hu, egy U és három M. Egy U? Egy U és M, 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 M. M, M, három M. Három M, pont U a vége. Most a dolog azért érdekes, mert az elején nem is kezdtek. Hát ennek az volt az alapja, hogy én így voltam arra. Bocsánat, hogy én meg a házamat tudatom meg. Erősen kiadogott azt, hogy elég sokan voltak, hogy kérdeltek, hogy Orbán takarod meg. Mert aztán, amikor vége is lett a rendezvények, akkor én még olyan megfordult korba, hogy így benéztem rá, hogy a rendőrt volt a pártól, hogy miért lenne rendőr. Tavaly január, igen. És akkor egy izgalmas kalandom is volt, ezt nagyon gyorsan csak beszélom, mert ott a skandálja a következő gazdaságot. Hogy Orbán takarod, utána jött az, hogy gyertek ki, és ott volt miatt, hogy ők is szerint is lehetett is találni, annak tippelem. Nagyon jó pop a csaj volt, és így ránézett, és a csaj egyből elkezdi, hogy menjünk be, menjünk be, és elkezdték mögöttem ezt mondani, mert mondom, kis gyerek otthon van egyedül az irodában, engem a tömeg most betolod az irodában. Első dolgom az volt, hogy hazarodjottam, beszéltem az informatikusommal, nekem az autós is kecskorcokomból volt néhány hónapom, csináltam, megcsináltattam vele ezt az informatikusokat, elég érdekes dolgokat írtam le ebben, nagyon lelkesen elkezdtem volna szervezkedni. Csak aztán viszonylag gyorsan rájöttem arra, volt 18 feliratkozó, aztán én ezt le is vettem a moderációra. És arra jöttem rá, hogy hamis kártyásokkal látszok, akkor miért kéne nekem a lapjaimat kifejezni? Tehát én úgy megálltam, mint a szél, az oldal ott van, javaslom, hogy érdemes megnézni, vannak rajta érdekes dolgok. Ez? Az az on.hu, de megálltam meg. Uh-huh. Most még egy dolgot elmondom csak azért, hogy ha legközelebb találkozunk, akkor tudjuk, miről beszélgetünk, meg legyen egy alap. Uh-huh. Mert én mondtam, hogy engem hatalmas nagy sikerülmények lettek, tehát óriási motiváció van. Én a saját életemet szeretném helyre tenni, és van egy kis lukkom, akinek a jövőjét meg szeretném még megalapozni, és marhában nem értek azzal egyet, hogy emberek mennek itt el Londonba, meg össze-vissza minden fel, aztán itt megmaradjon itt Magyarország, van, aki nem tud mit csinálni. Én azt mondtam, akinek nincs az részben, azt mondják, hogy egy több mint két képzeléggel van. Legnagyobb magyar város. A statisztika az nem jó képet van. A vesztük életre, Angliában. Szóval a lényeg az, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy akkor itt még kéne csinálni. És azt mondom, hogy ha ezek férnyákosak velünk szemben, akkor nekünk is annak kellene, és nem kell kiteregetni a lapokat, hogy ebben. Nagyon sok mindent nem akarok most mondani, csak egy dolgot, sőt, ez úgy hívják, elterelő hadművelet, hogy mondom, hogy ez. Hadd higgyék, hogy ezt csinálom, és közben egész, mert egyébként pontosan ezt csinálja a politika, tehát saját fegyverével dolgozok. Ugye van ma ott a biztonsági őr, ő a nyerő, de ha elvettem tőle a pisztolyát, akkor ki vérjel? Tehát észnél kell lenni. Én most már közel 10 évig szellemi munkámban van, hogy összeraktam egy komplet programot. Ez működőképes úgy ott van. Csak el kéne kezdeni, hogy megtaláljam a megfelelő embereket, és olyan traumák értek, hogy beszéltem értelmes embereket, és akkor közölte velem, hogy figyelj engem a saját dolgom érdekel, meg az üzlet, aztán én nem foglalkozok másnak az utcára. Én meg berágtam, azt mondta, hogy figyelj, okos vagy, akkor lehet, hogy adok neked részfeladatot, mert lehet, hogy jó videót tudsz csinálni, meg ez, meg az, de akkor téged nem foglak bevenni abból, mint csinálni. Na, egy szó, mint százalék, hogy túlra voltam, csak hogy egy kicsit előrébb legyünk legközelebb a találkozók. Én csináltam egy fogat. Ennek volt egy magyarázata, hogy újat, hogy mondjuk, hogy mondjuk, hogy mondjuk, hogy mondjuk, hogy
és nekem az autós iskolámmal, meg az a teljesen jogszerű innovációs fejlesztés, hogy nem több is volt, azért futottam bele az állami korrupcióba, mert van egy korrupciót egy rendszerünk, és ez egy valóban partnert a jogatóságnak. Én speciál a Nemzeti Közlekedési Hatóságban futottam bele, ő így egy az egyben lenyújtta rólam a keresztállóképtást, ez most egy csókos cég csinálni. És amikor én elkezdtem ezt az egész dolgot tervezgetni, akkor a fejemben egy szép nagy álmokat tervezgettem, mi mindent fogok jönni köszönhetni, persze komoly színezettel, mindent mm-hmm. Pont a postán voltam, az is elmondom, hogy egy új média világban fölépítésen gondolkoztam, ami kivagyja a mostani erőt. Ezen csodálkozom, hogy még nincs szépen. De azért nem lejjes is mivel. Nem úgy megy az, de, tehát a dolognak a lényeg, hogy a postán várakoltam, kellett, megláttam egy ilyen matricát, hogy Nemzeti Média is működő. Ekkorát csaptam magukat, hogy rajos, te hülye vagy. Hát mondom, most szintad meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság miatt. Most, hogy megyek a másik, egyből konfrontálod. De komolyan mondom, körülbelül 10 percig keményen agyaltam, és rohantam haza, és megnéztem, hogy az a domén, amit kitaláltam, azt mondom, hogy hány istenes szabadó. Lenéptem a út is, meg a komolyt is. Enyém. Megmondom azt is, hogy miért. A politikánál sokkal nagyobb erőt nem tudok elképzelni. .hu. Egyelőre azonban tartom. Tehát a plenka.hu ez azért érdekes, mert a politika az egy iszonyatos nevelő. Annyira össze vannak szervezni meg a tőke mögénk át, hogy egyszerűen nem lehet őket legyőzni. Viszont nem tudok mást mondani, csak egyet, ami erősebb lehet nála, ez a plenka. Annak egy a postamon kívülbe. Ez így van. Ezt kell elindítani, és ehhez keresek én embereket, de én nem erőszakoskodok senkivel. Tehát én azt mondom, hogy össze kell hangolni a dolgokat, mert hogyha te akarsz valamit csinálni, és azt mondod, oké, ez megy, összeillesztette az én programom, akkor csináljuk. Neki is ilyenje van, neki is, neki is. Akkor össze. Az, hogy megismerjél minket, hogy mi a véleményünk, és mit szeretnénk írni, aki jelenkét. Leütöd a keresőbe, a YouTube-nál. Nem, Józsi, okay. Tudod még a linket is felgyújtani. Nem, akkor mindig elfelejtem. Minden, nem érdekes, azt a papírt kérem. Na, gyerünk! Kérném a linket. Meg lesz a Józsinak a hangja. Ez azért van így megcsinálva, de négy torna. A farkasnak a hangja, a Józsi neje, meg a Marikának a hangja. Meg a Andrásé. Igen, a Andrásé. Médiában nekem egy videó van, hogy ugyanottam, mert azt mit én is kezdeni, hogy nem volt az ispártnál is, mert még a Tillel az Omeretével, és elkezdtem ezt tudni, és néztem eddig minden kezdeni, hogy is mondja, amelyik is közön volt, hogy egyszerűen tényleg azt mondja, hogy a TV, rádió, minden médiát meg lehetne csinálni interneten keresztül, és tökéletesen ki lehetne hagyni bármelyik rendszert. A németeknél kapom, hogy havonta két adást tudnak adni a Müncheni felvétel nélküli csoport, rendszeresen van Berlinbe rádiójuk, és ezt meg kell csinálnunk, és csinálnak ilyen élő adásokat. És nem értem, hogy például az ellenzéki politikusok, ahol nagyon sok gazdag ember van, hogy mi az, hogy nincs sajtó? Mi az, hogy nincs média? Tehát én nem értem, és én nem hiszem el, mert én azt mondom, hogy nincs lehetetlen. Nagyon jó cikkek vannak a... Mindenki a saját pecsenyét sütögeti, ez is ezt akarja, az ezért, is azt akarja. Ezért látunk mi nagyon azért nagy hantályt ebben az Európai Unióval együttésben, mert össze tudja hozni az embereket. Egyből kiderül az, hogy kire lehet számítani, kire nem lehet számítani. Mindenki meg tudja őrizni a kis vizéjét, kis balonkútbarát, és ott csinálnak a saját ügyeit, de itt viszont tudják tartani össze. És ami korábban felmet a kérdés, hogy mit tudunk még ezen kívül csinálni, hogyha ezt meg tudjuk jól szervezni. Kapunk sok okos kérdést, kapunk rengeteg ötözködést, mert azt fogunk kapni, és megismerjük egymást, és tudunk valamit alkotni, akkor még mindig van még arra lehetőség, hogy 2014-ben közül mutatni a magyar társadalmat egy másik megoldást. Ez nem így lesz, mert 2013-ban fogunk mutatni, most leadtam a szabadalmi hivatalban egy programot. Ennek az a szellemi jogaimat levédtem, hogy így mondjam, az a címe, hogy észre, szívvel, kötőjel együtt és korábban. Tudjátok, hogy mi? Na. Hát meg ez is kell. Ez is kell.
Mivel szólítja meg az embereket? Megjelent. Én majd azt tudom mondani, csak így fordul, mondom, kis kívánjával. Nem együtt 2014, meg a együtt 2013. Ezért együtt, mire ezek rajtóz akarnak állni, addigra én szeretném megnyerni a futóversenyt. Oké? És mi volt a utolsó? És korábban. Hát amikor már elmondtam a 13. Na most gyakorlatilag a következő történetről van szó, én el akarom hozni velük az összes embert. Majd a való csapatát, amit fölépítünk, mert az együtt 2014, amikor elindult, az egy olyan tévéműsoros adásnak egyedet volt, akkor még én is azt mondtam, hogy na végre valami megmozdul. Csak ugye pillanatokon belül kiderült, hogy hát az MSZP-nél nem lehet, meg ennél közben, mert jött a sok olyan emberek, akire semmi szükségünk, és azt mondom, hogy most mit akarnak ezeket? Hogy mivel szólítják az embereket? Én tudom, hogy mivel akarjuk megszólítani az embereket, ha mindenki szeretne életben maradni. Gyakorlatilag itt már volt róla szó, az elosztási viszonyt kell megváltoztatni egészen másképp. A politikusok pedig nem fogják megváltoztatni a maguk kárára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a politikusok ellenfelek, az egy nagyon... Én szemben teljesen világos, hogy van egy csoport, ezek a politikusok, ők azt a rendszert akarják föntartani, ami most van, mert nekik ez a jó. Nekünk viszont meg kellene oldani azt, hogy mi összefogjunk, ami ugye egyelőre lehetetlen, de én már dolgozom rajta, és szerintem a jövő hétre kész is leszek vele, hogy hogy lehet azt megcsinálni, összehangoljuk a cuccot. De én már másfél éve ezen agyalok, és annyiszor, nagyon sokszor arcra estem, mert kísérleteztem, soron mentem, és találkoztam a Izrael, a Józsival is, egyébként kapcsolatban vagyunk. Most lesz szombaton nekik egy megbeszélés. Tudom, megyek ő is. A lényeg az, hogy egyeztetni akarom a vonalakat, és én azt mondom, hogy a dolog csak úgy működhet, hogy össze kell jönni. A királyságot nem akarunk gyerekek, ne haragudjál. Nem királyság lesz, mert azt én sem értem egyébként. Én egy kicsit ezzel úgy vagyok, hogy... Zseniális gondolat egyébként. De egy új rendszert kell kitalálni, számára, új neve is kell. Szeretnék ilyen gyerekek, és ami fontos, hogy a likvid demokráciáig kell menni, hogy ne ez legyen, hogy kijelölnek valakiket, hanem pontosan az, hogy mindenkinek kicsit hasonló, mint a svájci, hogy egy kicsit az legyen, hogy mindenki involválva legyen a politikába. Tehát én már tudjam dönteni, hogy én ezt akarom, vagy nem, és ne valaki döntse ez el nekem. És a képviselőink, akik most vannak, én egy olyan komoly szöveget nyomtam le ma a Facebookon, mert elegem van abból, hogy mindig akkor keresnek meg, hogyha aláírás kell, hogy most válasszam meg. Mondom, én szeretném eldönteni, hogy én mit akarok, és kérdezze meg, hogy te mit akarsz. És hogy azért kiáll, és akkor azt mondom, oké, támogatom, vagy nem támogatom. De az, hogy azt mondják mindig, hogy jaj, de hát gyere, mert hogyha nem, akkor az Orbán jön, olyan, mint amikor ha nem eszed meg, akkor jön a nem tudom én kicsoda. Én nem akarok úgy szavazni, hogy valaki ellen szavazok. Én azért akarok szavazni, mert én meg vagyok győződve, hogy nekem erre szükségem van. És én nekem elegem van ebből a politikából, és ezt meg ki is meg is mondom. Hát legalább. Hát ez egy nonsens, ami itt folyik. Csak egyet kéne megnézni, egy apróságot kéne megnézni. A demokráció fogalmát. Pontosan, amikor bekerülnek a parlamentbe, onnantól kezdve a frakció még nem is kell. Maga a politikus eleve úgy egy idegenpest, mert az, hogy a demokráciában az embereknek különbözőek az érdekeit, ahhoz nem kell csoportosulás, ilyen politikai párt, nevezett csoportosulás. Na, akkor csak azért, mert én akarok menni a foglalkozó össze. Ma elkészült az esemény a Facebookon. Betesszük, akik bejelentkeznek. A Facebookot most már kezdünk letakarni, és egyébként bátunk a Facebookon belül a zárt csoportokba. Ott akár lehetünk normálisan lépünk fejegetni, de a nyílt csoportoknál. Ott jönnek a trollok. Teljesen. Másodjában teljesen ilyen. Nem aggódunk emiatt a létszámára. Te mi a munkacsoportot, és mi egy zárt kör vagyunk. Ez csak a munkacsoport, tehát 10 ember lesz benne. 19 ember. Aki effektíven azt jelenti, hogy nem. És akkor kell még egy oldalt írni.
Meg ráadásul ezek mind olyan emberek, akik szervezők. Jó. Ez nem, nem olyan lesz, hogy... Amúgy van Facebook oda, kettő is van a Defenet. Nekünk van egy csoportunk, van egy lájkolós, vagy a lájkolós annyira hülyeségnek tartom, hogy nem igaz. Tehát ez egy... Lehet, hogy meg is fogom csütetni, mert nincs értelme. Ez nagyon jó, hogy ez az a kérdője. Föl volt véve. Jó, tehát ma meg lesz akkor a Facebook esemény, akkor találkozunk hétfőn. Hol? Nem a parlamentnél kéne találkozni. Kossuth-szobor, nem a lefoglalva a hely. Igen. Az a hely, az be van jelentve hivatalosan, be van jelentve a rendőrségen, meg van engedély. És akkor lehet, hogy a kettessel lehet ott menni, vagy hogy találkozunk? Igen? Ott van a zöld résznél, tudod, ahol fűnő ki a földön zöld. Na, ott van egy ilyen szobor, az Istinek a szobor. Nem bontották föl mindezt a dolgot? Nagyon szakállas. De nem bontották föl mindezt? Nem, mi nem bontottuk föl. Tehát akkor hányra menjünk? 4-re? De ilyen szakállal van Istinek. 17-re gondoltuk, hogy fél 5. Fél 5-re. Egy ide hideg lesz, nem menjünk oda, ahol az egy órával. Be fog fagyni a hátsó, hogyha ott állunk egy órát, mert még akkor viszünk egy fitness téren. Kinek van valami hangosítója, vagy valami hasonlója? Hangosító. Nekem ilyen fütyülőim vannak, nekünk van egy de ilyen. Mi az, hogy hangosító? Hát ez a fut. Van. Fütyülő van. Van. Jó. Ja, Bömbi, az a neve. Jó, kéne a kamera. Kéne, ezzel veszünk, vagy normális. Persze, ezzel. Hozok tartalékra. És az Attilának kell szólni, ő is szokott filmezni. Ez is HD. Fogottam, hogy biztos, csak neki jelen problémája. Ő igen, ott fogsz. Gondolod, jó. Azt kéne észrejön a programba, akkor mondani valami szöveget, beszédet. Moritz, akarsz beszédet mondani? Valami, bizony. Valami kéne mond beszédni. Nem vagy is ott a Moritz, a bánkot, azt nem tudtok meg küzdni. Mit? Bánkot. Milyen bánkot? Akkor kéne megcsinálnunk az élelmiszerosztást, amikor már van hitelesített aláírás papírunk, mert akkor egyben akkor tudnánk jutni alá. Most egy valamit meg tudok próbálni, ha gondoljátok, ugyanis korábban én 3 éve hagytam abba a kajaosztást, én 7,5 évig osztottam a keletinél kaját minden szombaton. És otthon csináltam, úgyhogy nekem. Viszont én együtt csináltam a hídgyülekezettel, akik aztán csináltak egy egyesületet, mert privát nem tudtak pénzt, én meg egyedül voltam, érted? A németekkel, meg egy-két magyar kollégám. És kérlek szépen, föl lehetne írni, mert nekem megvan a kapcsolatom, hogy nem szállnának ebbe egy ilyenbe. Na, és hozzuk össze ezeket a izéket, tehát mi nem vagyunk elkötelezettek, hanem összehozzuk a... Közben még egy ráadás még jutott eszembe, mert ugye pont arról volt szó, hogy egyik az, hogy akkor maga az éhező ember, hogy akkor mekkora a tömeg, másik az, hogy tudom, nem azt mondom mostanra, én is azt mondtam egy külön időpontra, de viszont mellette még a másik volt, ami miatt még a szervezeteknek is van motiváció az egészben, mivel tudom, ezek a segélyszervezeteknek kapták meg azt, hogy a panaszt, hogy a
megjegyzéseknek a kételőzéséért nem is hagyják meg. Tehát kettős motivációval részükre is, hogy egy közös